Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Újra kezdtünk nagyon röviden élő videóval, majd utána egy nagy kamerával folytatjuk az adást, mert hiszen szakmázás következik. Először is el kell, hogy mondjam, Németországban szakadt magyar galambász, nevezetesen Tarácski István 3 darab serleget felajánlott a B. A 29-es tagszövetség Részére. északi területének, amit külön díjként fogunk kiosztani a hamarosan esedékes díjkiosztón. Itt van ez a 3 sárlag, úgyhogy ezek lesznek külön díjként. Ezt a német sporttárs ajánlotta föl. Ő 40 éve kinnél, ott ment nyugdíjba, egyébként Dombóvár környékéről származott el. Elég magas színvonalon galambászik, épp most kaptam egy haló német szaklapot, nagyon sokszor találkozni a nevével a szaklapokban. És nem régen itt, ha járt Magyarországon, akkor hozta ezeket a sárlegeket, hogy ajánljuk föl. És el kell, hogy mondjam, a Tarácski sportás nagyon-nagyon eredményesen röpteti Londont is, ami 1200-1300 km távolság részére. És lehet, hogy önöket ez ledöbbenti, mert általában Janszen származású madarakkal röpteti meg ezeket a távolságokat. Köszönöm szépen, és most a szakja. Legyetek kedvesek bemutatni, hogy kik vannak jelen. Hát én úgy gondolom, hogy nagyjából már mindenki bemutatkozott, de van a szeretettel mikrofon. köszöntünk mindenkit a Lajkai Egyesület. Egy pillanat, egy pillanat, egy pillanat. Ahhoz, hogy tulajdonképpen országvilág tudomást szerezzen erről az egészről, légy kedves vagy, fogd a mikrofont és most mond, légy szíves, mutasd be a sporttársakat. Ugye megengedik, hogy úgy nevezem önöket, hogy sportásak, mert hiszen én is több mint 50 évig aktív versenyző voltam, most már ugyan nem. Szeretettel köszöntök mindenkit a Lajkai Egyesület nevében is. Szeretném megköszönni főleg Lejer Istvánnak, hogy lehetővé tette nekünk ezt az összejövetelt, és nagyon sok egyesület elfogadta a meghívást, így többek között van itt Spori Cárdömölkről, Pápáról, Kapuvárról, Devecserből, Veszprémből, és hát itt van Bátor Antal sportás, aki ennek a kerületnek az elnöke, sőt ő a gépjárművek szállító járművek tulajdonosa is, őnek is szeretnénk megköszönni a korrekt szállítást, és arra kérjük, hogy a jövőben is ezt tegye számunkra lehetővé. Hát én most itt név szerint nem mutatnék be mindenkit, de elmondtam, hogy melyik egyesületek képviseltetik magukat, és hát még egyszer nagyon szépen köszönöm azt, hogy megtiszteltek itt bennünket, és hát a későbbiekben nem tudom, milyen kérdésekre szeretné választ kapni. Majd egy ilyen fórumot tudunk tartani, hogyha valakinek van valami felvetni valója, valami kérdése, azt tegye meg, azt a közösen meg tudjuk vitatni. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim! Mi élőadásunkat ezennel befejeztük, nagy kamerán keresztül fogjuk a szakmai részét megvitatni, amit majd később a YouTube csatornámat tudnak megnézni. Köszönöm, további szép napot önöknek! Pillanat, mit tőle.